Jó. Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit egy újabb vonalbejárásról. Szombathelyen vagyok, és ott nagyjából ott annál a fánál ágazott ki az egykor Szombathely rumvas úton, lesz fogom most bejárni. Csak azért nem megyek el ott az út végéig, mert látjátok, ott van egyébként a kanyar után, és hát ezért, mert itt ezen a tankcsapdán azért, ha nem muszáj, nem megyek át. Főleg, hogy igazából semmi értelme, mert itt errefele halad a vonal, és egyébként tudom, még kiépített bicikli út van a helyén, úgyhogy biciklivel szerintem nagyon gyorsan be lehet járni. Hát, igyekszem még menni, és majd figyelem, hogy hátra találok valami nyomot, ami az egykori vasúthoz kapcsolódott. Úgy tudom, hogy egyébként Rumkastélynál, meg Rumnál is van emlékhely, és talán még itt Szombathelyen belül is van valahol. Hát ezt fogjuk most kideríteni. És aztán utána ugyanazon az úton vissza, mert másképp nem megoldható a hazautazás, mert legközelebbi vasút az szintén ott van. Egyébként a közlekedés politikai koncepció egyik áldozata volt ez a vasútvonal is. A Szombathely-Rum vasútvonalat 1894. december 8-án nyitották meg. A Vas megyében fekvő vasútvonal a MÁV 18-es számú egyvágányú nem villamosított mellékvonala volt. Bár már 1920-as években is tervezték a vonal meghosszabbítását Türje fele, Szombathely-Balaton vasútvonalként a tervek csak tervek maradtak. A vonalat 1974-ben megszüntették. A teljes vonalat felszámolták, 21 km hosszú volt, 1974. május 25-e volt az utolsó üzemnap. Nagyjából itt volt az első állomás a vonalon, Szent Király. Hát ennyi maradt belőle, de ide állítottak 6 évvel ezelőtt egy emlékhelyet, mint látjátok, de közelebbről is megmutatom. Sínszál és egy vasúti kerékpár, és ezt nézzétek. Néhány kép is az egykori állomásról. Hát sajnos az állomás épülete már nincs meg, itt állt valahol. Szerintem a játszótér építésekor bonthatták le. És hát nyilván ezek is ilyen új építésű házak. És arra folytatódik a vasútvonal. Azt nézzétek, hát eddig tartott a jó világ. Innen egy földúton tartódik viszont. De térképen is úgy van bejelölve, hogy az egykori Szombathely-Rum vasútvonal bizony itt ment. Megyünk benne az erdőbe, ez egy ilyen jó kis erdei szakasz. Látjátok, hogy... De van itt egy ösvény, úgyhogy járható, szerencsére. Na, majd valahol keresztez egy főutat, vagy autópályát, vagy nem tudom, hogy csodált is. Hát nem tudom, hogy hogyan. Remélem, van folytonos út. Úgyhogy ez olyan, mint ha alagútba menne. Ezt nézzétek, hát erre kéne tovább menni, viszont hát itt nagyon áthatóhatatlan dzsindzsa van, és a térkép is azt mutatja, hogy itt nincs út, tehát el kell menni egy picit arra, és a közúti átjárón átmenni. Ezt nézzétek, hát itt van a vasútvonal, hát kerültem itt az út fele, mert már másfele nem lehetett, viszont innen már sima így tovább menni. Úgyhogy csak hajrá előre. És ezt nézzétek, itt van egy egykori áteresz. Nem tudom mennyire látszik, megmutatom. Hát, ennyire tudok lemenni. És bizony itt a vasútvonal mellett, vagy hát pont a vasútvonalon megyünk, Tápszentkereszt felé. Azt nézzétek, innen jött a vasútvonal, és Tápszentkereszt felső megállóhelynél vagyunk, ami itt volt, és itt volt a vágány. És arra tovább egyébként jelzett a térkép egy átjáróval korábban egy rumi vasúti emlékhelyet, de azt nem találtam meg. De szerintem ott lesz, ott van egy mávos kerítés a háttérben, szerintem az lesz, az csak rosszul van bejelölve. Ez viszont biztos, hogy a megállóhely épülete, ez a korabeli képeken is látszik. Itt van a vasúti emlékhely, akkor csak a Google-ba jelölték rosszul. És itt egy szelvénykő is, a 67-es, ami nagyjából ugye stimmel is, mert ugye egy 7 km tilos útállomások pont ott átszerkezett felsőre, de szerintem ez a 67 ez még stimmelt is, és hát tudjátok, sinnek talpával is. Hát ezek a kis függönykard is kisísinek. Valószínűleg egyébként ilyen volt a Rumi vasúton, és egy vasúti kerékpár. Valamint ez a jelzés, ez a 1275-tel, ez nem tudom mit akar jelenteni. Lehet, hogy a lejtviszonyokat, vagy... De nem tudom, ennek majd utána kell néznem, mert tényleg nem tudom. És ez a szabványos MÁV kerítés, ezek a ugye H-alakú kőkerítések. Azt nem tudom, hogy a szelvénykövet azt utólag tették-e ide, vagy ez megmaradt, és ekkor építették az emlékhelyet. De minden esetre nagyjából stimmel. És hát akkor mehetünk tovább. A következő állomás, vagy megálló, az majd Tápszentkereszt lesz. Na, ezt nézzétek, itt találtam
Itt egy átjáró, ahol ezek bizony vasúti betonaljak. Hát ki tudja, lehet, hogy a mi vonalból származott, bár kétlem, hogy betonaljas lett volna. És hát ezt nézzétek. Van némi ágyazatkő maradvány egyébként. Az úton több helyen is találtam ilyen apró kavicsokat, tehát lehet, hogy egy bányakavics ágyazat is volt a vonalon. Vagy legalábbis nyilván azzal épült, aztán ki tudja, hogy mennyire cserélték utána rendes bazaltkőre. És egyébként ott van a Távszentkereszt felső állomás épülete is. Megvan, de azt majd közelebb megyek és megmutatom. Ez lenne az egykori állomás épülete. Hát, csak hát ennyi látszik belőle. Na, ezt nézzétek. Ennyi látszik. Egyébként ez a melléképület már Távszentkereszt felsőről. És hát itt elég nagy tankcsapdák vannak az úton. És így tovább. Hát igen, azt írták mindenhol, hogy kerékpárút épült Szombathely meg Rum közé az egykori töltésen, hát de ez csak részben igaz, mert valószínűleg itt más nyomvonalon megy a bicikliút. De hát már visszafele ott fogok jönni. És a következő az Tanakajd lesz, körülbelül egy kilométerre. És ezt nézzétek, villanyvezeték, a pattog is. Figyeljetek! Hát úgy néha, tehát azért van ezen terhelés. Viszont elég alacsonyan van a vezeték a megszokotthoz képest szerintem. Ennél följebb szokott lenni. És szintén itt az egykori nyomvonal helyén, és ez bizony már Tanakajd megálló épülete volt. Egyébként egy kicsit már át lett alakítva, mondom azóta, hogy már nem a vasúté, viszont felismerhető. Meg vannak érzetes pontok, és a villany is be van vezetve, tehát szerintem ezt még lakják is. És nagyon jól megcsinálták. Egyébként ott annál a kiugró résznél, amit most látunk, ott volt egykor a jegypénztár, valószínűleg. Tehát ott. És valószínűleg ott volt mellette egyébként a váróterem. Egy megálló hely volt, nem állomás. De valószínűleg volt egy kiadás. Emiatt. De egyébként nagyon szépen megcsinálták, és nekem úgy tűnik, hogy lakott. És látjátok, ott van a melléképület. Az volt egykor a WC. Nézzétek, még egy erdei szakasz. És errefele folytatódik tovább. Hát nem tudom, meddig lesz ilyen. Na, ezt nézzétek, változott némileg a helyzet. Most már be van füvesítve az egykori töltésein. Annyival könnyebb, hogy biztosan nem lesz nagy gaz. Viszont a kerekek meg nagyon csúszkálnak ezen a füvesizén, úgyhogy meg lassabban tudok majd haladni. Na, körülbelül 1 kilométerre van innen Vasszécsény, és az viszont már állomás volt a vonalon. 13. kilométernél volt, tehát most a térképet nézve még körülbelül 1 kilométer ezen az úton egyenesen. És ott leszünk, és az egykori állomás épület is még talán megvan. Vasútállomások.hu-n van fönt róla kép. Remélhetőleg azt is megtaláljuk. Na, ezt nézzétek, itt jött a egykori töltés. Egész jó járható volt. Viszont itt van ez a híd, ami biztos a vasúthoz tartozott szintén, csak kérdés, mennyire strapabíró. De hát valahogy muszáj ezen átmenjek. Talán ott a szélén, ott a vason még át tudok menni. De hát igen, hát arra kell tovább menni, és hát itt nem nagyon lehet máshol megkerülni a vizet. Úgyhogy ezzel muszáj valahogy átmenjek. Na, látjátok, sikerült. És egyébként így csak kinézetre tűnik rémvisszalat, de sokkal jobb állapotban, ami például a 49-esen volt a Sióhíd, amin nem mertem gyalog átmenni, hát ezen át lehetett. Igazából ott, hogyha nem a deszkák közepére lépsz, akkor simán kibírta. Hát akkor errefele tovább. Úgyhogy hamarosan vagy Széchenyen leszünk, vagy Széchény most. Talán nem tudom, de már közel vagyok. És innen most megint jobbnak tűnik a terep. És hát közben megérkeztünk vagy Széchény, vagy Széchenyi állomás. Tehát a vasútállomások.hu-n is ilyen csillagosan van írva. Hát nem lehet igazából tudni, hogy melyik a helyes. És van itt még egy telekomos átjátszótorony is mellette. Hát nyilván még már sehol nem volt a vasút, mikor ezt ide építették, és megvan az áruraktár, az egykori áruraktár és az oldalrakodó is bizony. Most a Vágányok felőli oldalon vagyunk, de az úgy látom, hogy a másik oldal az magánterület, úgyhogy azt meg se tudom nézni. És ezt nézzétek, még az egykori névtábla is rajta van, és bizony itt is vagy Széchenynek írják, tehát akkor valószínűleg ez a jó megfejtés. És még azt is el tudom képzelni, hogy lakott, az emelet egyik szolgálati lakás volt, de el tudom képzelni, hogy lakott, mert ugyan két TV antennát is látok. Na, mindjárt jobban megnézzük innen. Hát, sajnos az utcafrontról nem, de jobban megpróbálom megkerülni, lehet, hogy mégis megnézhető az utcafront is.
És ezt nézzétek, itt is van egy emléktábla a vasútvonalról. És ezt nézzétek, ez egy nagyon jó kép a 375-ös gőzössel, és ez itt készült vagy Széchenybe. Az úton az itt ment valahol át keresztbe az átér, viszont ott pedig már látszik a háttérben a bicikliút, tehát innen csatlakozik rá az egykori töltésre a bicikliút. Nem baj, ez akár nagyban megkönnyíti a bejárást innentől. Visszafele viszont a bicikliúton fogok végigmenni. Hopp, egy volánbusz. Egy kredenc. Akkor ezt nézzétek, itt van az épület utcafrontja. Minimális átalakítás volt csak rajta, de a vasúti jellege megmaradt, az a hévszabvány épület. Itt látjátok, hogy még egybe is van, és lakott, és úgy tűnik, hogy vigyáznak is rá. És ott még látszik a melléképület, de a magánterületi nem tudok bemenni. És itt haladtunk rá a Szikri útra, tehát most fogunk rácsatlakozni a töltésre. Tehát innestől kezdve egész Romig megvan a kerékpárút a vasúti töltésen. Sajnos a teljeset nem odaépítették, de visszafele a bicikli úton megyek Szombathelyig. De hát látjátok, innen már sima tekerés lesz egész Romig a végállomásig. És megérkeztünk Csempeszkopás megállóhely épületéhez. Látjátok, még a keleti állapotában fennmaradt. Még azt is el tudom képzelni, hogy lakott, nézzétek meg a TV antennát. Be van vezetve a villany. Látszik még egy ilyen mávos szabványkerítés is. De megnézem még közelebbről is, meg a másik oldalát is. Egyébként itt ment a vágány a bicikli út helyén. Ezt nézzétek innen oldalnézetből. Az egykori megállóhely épülete. Ezt nézzétek, és itt az utcafront. Hát innen már nem úgy néz ki, mint ha lakott lenne. De valószínűleg egy ideig lakott volt. Hát most így meg nem tudnám mondani. Amúgy valószínűleg ott abban részen, még kiáll az épületből, ott volt a jegypénztár. És ezt nézzétek, némi vasúti maradványt azért lehet találni. És ezt nézzétek, ezt az épületet viszont szépen felújították. Ez lehet, hogy egy egykori önház volt. A megállóhely épülete nem ez volt, hanem az a másik, amit mutattam, viszont ezt nézzétek. Kis vasúti emlékhely. Túloldalt felirat is van, megnézzük. Majd, hogy nem az eredeti nyomvonalon van. Aha. Svitelszki vasút technika. Csempeszkopás községért kormányzata. És 2014-ben állították. Megnézzük majd ezt az épületet is. És itt az épületnek a másik oldala. Hát érdekes ez. Ez tipikusan egy vasúti önház. Belesünk az ablakon, hát ha van bent valami érdekes. Aha. Van bent egy csempekája. Meg egy asztal, forgalmász, egy vasutas lámpa. Lehet, hogy itt néha kiállítás is van, ami időnként megnyit. Most valószínűleg egyébként a járványhelyzet miatt sincs nyitva. Nincs hát. Nem láttam egyébként semmi kiírást, hogy mikor van nyitva, mikor nem. Viszont érdekes, mert valószínűleg egy vasúti múzeumot rendeztek be. És hát lehet, hogy az épület még eredeti. Akkor arrafele tovább Rumhoz. Még 4 kilométer, és előtte még lesz egy megálló Rumkastély néven. És közben megérkeztem Rumkastély nevű megállóhoz. Látjátok, a mávkerítés itt is megvan, és van egy emléktábla is az épülete, mindjárt megnézzük. Ja, hát ez nem emléktábla, hanem egy autókarbantartónak a hirdetése, hogy annak lett most itt a székhelye, úgy látom. Hát az egykori jegypénztár ott volt. Azért parkol itt ennyi autó, mert ez egy autószerviz, vagy karbantartó, viszont ez volt az egykori megállóhely épülete. Tehát a többi az már csak hozzáépített, de ez volt az eredeti Rum, és innen már csak 2 kilométer Rum. Itt pont a vasúti töltésre épült a kerékpárút, viszont ezt nézzétek a túloldalt. Közben ez már Rum, és ott egyenesen ment. Egykor a vasút, hát ezt most így nem tudom követni, viszont itt mellette az úton el tudok menni az egykori állomás épületig, az még megvan. Ezt nézzétek, és közben megérkeztünk Rumra. A háttérben az egykori fűtőház épülete van, azt is gyönyörűen felújították, ahogy látom, és itt van egy emlékű. Csak meg ez. És ez is vasúti sínszálakból van. Mégpedig ezek 23 kilós kis sísinek. Ezek már főleg kis vasúton használatosak. Szóval ugye ez nem sínfék, hanem egy féksarú, de ennyi baj legyen, ennyi belefér, és ezt nézzétek.
itt egy vízdalu, és egy váltónak az váltó állító művel, egy kerékpár, de ezt mindjárt nézzük az elevről. És itt van bizony az emlékhely, 2003-ban állították. És bizony rumvégállomás. És ott még az egykori áruraktár is megvan a háttérben, majd azt is meg fogom nézni. És itt voltak egyébként a vágányok. Ilyen állomás éppen egy fűtőházzal. És még ott is volt egy vasúti épület, ide látom, majd azt is megnézem. Na ezt nézzétek, itt van az egykori fűtőház, vagyis állomás épület. Mi a helyzet oda bent? Ez is a vasúthoz tartozott ekkor, ez volt az áruraktár. És ez az épület is vasúti volt, de szerintem ez csak egy szimpla őrház lehetett. Akkor itt a Rumi fűtőháznál véget is ért ez a vonalbejárás. Most már nincs más dolgom, mint visszamenni Szombathelyre, viszont most már itt a bicikliúton fogok visszamenni, végig a bicikliútat követve. Úgy egyébként kilométerben hosszabb, viszont jobban lehet haladni. És hát igazából azt hiszem 18:40 valahánykor indul a vonat, tehát van körülbelül 3 órán visszaérni, de ha azt nem érem el, még az sem nagy tragédia, mert azt hiszem 19:30 körül is megy egy, viszont azt már muszáj. Mert az utolsó, amivel hozzá tudok menni. De hát az meg azért 4 óra alatt, vagy majdnem 4 óra alatt 22 kilométert azért le lehet biciklizni, tehát az azért nem olyan sok. Néztem közelebbi vasútállomásokat is, de hát onnan viszont nem megy közvetlen pesti vonat, hogy a bicikliúton irány vissza Szombathelyre. Ja, egyébként itt van az utcafrontja ennek az egykori mávőrháznak, és úgy látom lakják. Legalábbis egy autó parkol előtte. Na nézzétek, a mávos kerítés is megvan, és akkor hát akkor innen ennyi. Sőt, még lehet, hogy ez is egy mávos épület volt, igen, a máv kerítés itt is megvan. Hát akkor innen ennyi, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. A következő videóban találkozunk. Sziasztok! Egy évvel a megszüntetés után 1975-ben Moldova György a vasútról szóló könyvében külön fejezetet szentelt a Rumi vasútvonalnak. Néhány részlet a fejezetből. Bemegyek a Rumi tanácsba. Az elnököt bent találom, mikor előadom jövetelem célját, készséggel vállalja a beszélgetést. Mit szólt annak idején a vasút megszüntetéséhez? Próbált-e tiltakozni? A vasútnak tekintélye volt. Az autóbuszban nem bíztak az emberek, és kezdetektől fogva nem akarták. Minket, vezetőket meg se hallgattak, mégis ránk haragudott a nép. És most egy év után hogy áll a helyzet? Bevált az autóbusz? Semmiképp se vált be. Először is drágább. Vasúton 11 forint 20 fillér volt a returjegy Szombathelyig. A buszon egy menet 11 forint 70 fillér, és ehhez jön még 40 fillér biztosítás, ami kötelező. Másodszor a buszon állandó a zsúfoltság, értetetlen miért engedik. Ha én az 5 személyes kocsimra 6 embert veszek fel, megbüntetnek. A busz viszont vihet 20 emberrel többet, mint amennyi elő van írva. Harmadszor a buszon nincs elegendő hely a csomagoknak. Negyedszer nincs mellékhelyiség, ezért az öregek és a betegek alig vállalkoznak az útra. Ötödször. Előfordul járatkimaradás, tavaly november 7-én én magam tettem panaszt, most május vége van, de még nem válaszoltak rá. A volán nem sokat törődik rummal. Már most alig egy év után megérezzük a vasút hiányát. A lába mellett parcellázunk, üdülő telkeket alakítottunk ki. Évente 30-40 telket el tudtunk adni, de mióta megszűnt a vasút, egyet sem. Meg lehet érteni az embereket. Régen egy 4-tagú család Szombathelyről lejött 40 forintért, most 100 forintba is belekerül. Már az is látszik, hogy bent a faluban is lemegy a házak értéke. És még nincs vége a bajoknak. A tűzírtelepre most közúton szállítják a cementet, tüzelőt, építőanyagot, és sokkal többbe kerül, mint ha vasúton hoznák. 3 évig hivatalból megtérítik a különbséget a vállalatnak, de mi lesz azután? Az biztos, hogy a tűzért nem lesz hajlandó ráfizetni. Vagy felemeli az árakat, 50 forintos szénért 60-at kér majd, vagy megszünteti a Rumi telepet, és mehetünk egy másod szeventél sárvára Szombathelyre. Nem hittem volna, hogy ennyit jelent a vasút. Sima Sándor mozdonyvezető szavai. Mit tetszett szólni, mikor megszűnt a vasút? Hogy sajnálta, hogy mindenki zúgolódott a Rumi nép, hogy a vasútat építeni kellene, nem rombolni. Kimentem volna én is az utolsó vonathoz, de a gyerekek nem engedték. Az utolsó mozdony végig sípolta az utat, az öregasszonyok kivitték a világot a mozdonyvezetőnek, hogy sípoljon. Most már el lehet énekelni, eltörött a Rumi gőzös kereke, pedig ezért valaha betörték az ember fejét.
Idős Pásti János titokzatos arccal közelebb bírt magához, és suttogva kérdezi. Igaz, hogy Oszfornál a nagy átvágásnál bejött a víz, és Rum felé kell visszahozni a vasutat? Nem hallottam róla, de nem is hiszem, hogy úgy volna. Akkor vége. Hogy a vasutat elvitték, lepasszoltunk. Lement, nemhogy felemelkedett volna.